Sziasztok, Anomé vagyok, és örülök, hogy ennyire lelkesek vagytok, én is az vagyok. Úgyhogy kezdjük is el, szívesen felelek a kérdéseitekre. Az első kérdés Andreától érkezett. Én arra lennék kíváncsi, hogy van-e elképzelésed azzal kapcsolatban, hogy a külföldön élők hogyan tudnák elsajátítani a programodat? Bár már egy ideje gondolkodom, hogy ezügyben megkereslek. Előre is köszönöm. Hát én köszönöm, Andrea. Köszönöm, hogy szeretnél velünk gyakorolni. Nem csak azokra gondoltunk, akik budapestiek vagy könnyen eljutnak az Anomé központba. Ha megnézed a YouTube csatornánkat, a Facebook oldalunkat vagy a honlapunkat, akkor fogsz találni kint olyan ingyenesen elérhető videókat gyakorlatokkal, ezt hívják 21 napos kihívásnak, amit otthon is tudsz végezni, és mindenképpen segíteni fog. Sőt, olyan filmjeink is vannak kint, akik már arról, vagy lesznek kint hamarosan, akik már arról beszélnek, hogy megcsinálták ezt a 21 napos kihívást, és milyen gyógyíthatatlan és súlyos betegségekből gyógyultak meg, vagy milyen fejlődésen mentek keresztül. Ez az egyik verzió. Ha szeretnél egy teljesen és tökéletesen személyre szabott gyakorlatsort, akkor meg a Skype-os terápiás órát javaslom. Ez csakra diagnózis alapján történik, és 45 percig csak rólad van szó. Ez azt jelenti, hogy teljesen lekövetjük azt, ami veled van, és arra az állapotra kapsz, hogy bocsánat, közben a háttérben a fiúk mászkálnak. Szóval pont arra az állapotra kapsz gyakorlatokat, amiben vagy. Viszont azt is el kell mondanom neked, hogy az a gyakorlatsor, amit kapsz, ez nem lesz örökre jó, pont azért, mert fejlődsz általa. Ezért körülbelül olyan 2 hét múlva újabb gyakorlatokra lesz szükség. Ez a Skype-os terápiás óra. Oké, és Veronika kérdése, sziasztok, mikor jöttök Szombathelyre vagy környékére? Hát, dolgozunk rajta, ha szeretnéd, mi is szervezkedünk, és még egyszer szeretném megköszönni Pécsnek, ott már jártunk. Aztán nagyon nagy szeretetet és lelkesedést, ahogy fogadtatok bennünket, meg ezt a tömeget. Nagyon-nagyon szeretünk benneteket, és mindenkit, akik velünk gyakorolnak, vagy csak szeretnének eljönni hozzánk, de nem Budapesten élnek, úgyhogy mi megyünk hozzátok, készüljetek fel. Nagyon szeretnénk. A következő kérdés Timától. Kedves Anami, elméleti kérdésem lenne, hogy a családot, ahova születünk, kapjuk, vagy mi magunk választjuk? Mennyire determinál ez minket? Köszönöm. Hát sokszor ez úgy tűnik, mintha valami borzasztó sorsolás eredménye lenne, nem? Gondoljatok bele. De nem kapjuk, hanem mi magunk választjuk. Pontosabban egy felsőbb nézőpontból ez még nagyon jó ötletnek tűnik onnan föntről. Amikor már itt vagyunk, akkor már kezd a helyzet komolyabbra fordulni. De én azt ajánlanom a figyelmetekbe, hogy amikor itt vagyunk, akkor is meg lehet találni ezt a magasabb energiaszintet, ami tisztán látszik, hogy ez az egész mire megy ki. Elárulom nektek, minden esetben ugyanarra, ez a szeretet. Úgyhogy azok az emberek, a család az arra jó, hogy ezek mindig nagyon erős, nagyon mély karmikus viszonyok. Vannak össze nagyon támogató, szeretetteljes kapcsolatok, de vannak össze olyanok is, akik, hogyha nem a családunkba tartoznának, akkor legszívesebben azt is elfelejtenénk, hogy valaha találkozzunk velük, igaz? És a megoldás nem ez. Nem az, hogy ilyenkor elmenekvéltek, ezért hívják ezt családnak, ezért egy nagyon szoros kötelék, egy olyan szoros kötelék, amiből az ember érzi, hogy nem kéne kilépnie. Ilyen a vér szerinti család. Úgyhogy ezek az emberek nagyon nagy tanítóink, mert azt mutatják meg, hogy még a legnehezebb élethelyzetben is eszünkbe juthat az, hogy ó, hát ez milyen remek lehetőség a szeretetre, hogyha valakivel nagyon nehéz együtt lenni. Úgyhogy a szeretet felold minden karmát, a legnehezebb, legsötétebb karmát is feloldja. Úgyhogy ha velük nehéz is szemtől szemben, de vagy nehéz lehet, de a szívetekben, magatokban oda tudjátok őket hívni, mint hogyha megjelennének ott, és ha a szívetekből megindul egy kapcsolat a szívükbe, és minden légzéssel egyre élőbbé válik, akkor az gyógyít őket is, és benneteket is. Úgyhogy a család az tulajdonképpen egy ilyen kincses láda, vagy ilyen nagyon nagy ajándék, még akármilyen is, mert a legnagyobb lehetőség a fejlődésre.
Úgyhogy, hogy miben determinál? Nekem az volt a nehézségem, hogy voltak sötét gondolataim régen. Arra gondoltam, hogy ilyen nehéz gyerekkor után mennyire nehezen tudott bennem kifejlődni egy csomó olyan képesség, amire szükségem lett volna, vagy olyan... Biztos értitek, mire gondolok. Az ember ilyenkor végig gondolja azt, hogy ha jobb lett volna, akkor biztos nekem is, mit tudom, én is más körülmények között élnék, jobb helyzetből indulnék, stb. Stb. Ilyenkor az ember azt gondolja, hogy determinálja a család. Valójában nem. Legjobb esetben arra determinál, hogy elindulj a szellemi úton. És ez egy csodálatos dolog. A legfájdalmasabb család arra jó, hogy legyél éber, ne aludj bele. A kényelmesbe vagy a langyosba könnyű belealudni. Én azt értem alatt, hogy az ember elveszíti a tudatosságát, csak él napról napra rutinból. Egy nagyon nehéz család, egy nagy ajándék is egyben, mert valahogy az ember érzi, hogy van egy olyan dolog, ami folyamatosan dolgozni kell, valahogy meg kell oldani. Ha velük nem tudom, de akkor magamban elindít a fejlődés útján. Úgyhogy a nehéz kapcsolat az mindig ajándék. Úgyhogy a családot mi választjuk, és azért, mert egy magasabb energiaszinten tudjuk, hogy a hasznunkra válik, a szeretet okán. Mónika kérdése. Kedves Anami, nekem a nyaki csigolyáim fájnak a lélekfél év gyakorlat után. Próbálom lágyabban mozgatni a nyakam. Március óta gyakorolok, június óta fájnak a talpamban az ízületek. Ez is tisztulási tünet? Ha én tisztulok, az alapukámnak is segítek? December óta nincs velünk. Nagyon szeretem ezt a programot, hálásan köszönöm. Én is köszönöm neked. Azt javaslom, hogy a lélekfél év gyakorlat közben, ez benne van a pontos instrukcióban, de én azt javaslom neked, hogy figyelj arra, hogy a csigolyáid távolodjanak, amikor bentartod a levegőt. Tehát ne csak, hogy lágyan mozgasd a fejed előre-hátra, de hogy figyelj arra, hogy mindig távolodjanak a csigolyák. Tehát a vállad len, a két váll távolodik, és ehhez képest elindul fölfelé. A gerincnek a felső részében van egy erős felfelé húzás. Ez garantálja azt, hogy a csigolyák ne csúszanak össze. És hogyha így tartod benne levegőt a végén, akkor ez védi a csigolyákat. Lehet tisztulási tünet az, hogy a talpadban fájnak az ízületek. Mégpedig amiatt, hogy a talp az letükrözi azt, hogy a gerinced milyen állapotban van, vagy hogy a lábaid milyenek. Például, hogyha a gerincnél a legkisebb eltérés is van, akár egy pici gerincferdülés, akár egy kicsit ki van egyenesedve, vagy fokozott a lordózis, az mindig leképződik, akár luttal formájában, vagy akár bármilyen problémában a talpban. De fordítva is igaz, amikor ezek az izületek, a talp izületei elkezdenek a helyükre húzódni, az azt mutatja, hogy a gerinc is már gyógyul. Tehát nincs szükség, hogy jelei legyenek egy deformitásnak, egy olyan deformitásnak, ami már nem áll fönt. Úgyhogy ezért a talp izületei is elkezdenek a helyükre húzódni. Ez meg egy csodálatos kérdés, hogy apukádnak hogyan tud segíteni. Én azt látom, hogy őket is lelkeknek hívjuk, tehát minden, akár élő, akár már nincs fizikai testben, de minden léleknek szeretetre van szüksége, és arra, hogy megtalálja a fényt. Ha valaki tiszta életet élt, és nem hagy maga után terheket, olyan rendezetlen emberi kapcsolatokat, vagy nehézségeket, amiket nem oldott meg, akkor nagyon könnyű itt hagyni ezt a világot, mert nincs benne ragaszkodás. A tiszta isteni szeretet az nem ragaszkodás. Akkor el tud indulni az ember a fény irányába. Ha a ragaszkodás inkább abból jön, hogyha valaki olyan dolgokat tett, amiknek később, miután átlépett ez a küszöbön, amit halálnak hívunk, később érzi, hogy ez fájdalmat szült. És ezt a fájdalmat ilyenkor maga is átéli az a lélek. Ez a fájdalom, ami ide tud kötni azokat a lelkeket, akik már nem élnek fizikai testben. Úgyhogy vannak olyan lelkek, akik sokáig itt maradnak, pedig már nincs itt helyük. Ez egy nagyon kivetett, nagyon nehéz, nagyon szomorú állapot. Megpróbálnának tenni azért, akinek ártottak, de már nem tudnak onnan, oda átról, vagy nem tudnak hathatósan. Ez egy mérhetetlen fájdalom.
Ez olyan, mint az ember a homlokára csap, hogy úristen, hogy lehettem ilyen marha, és mit tehetnék még, és lehet érezni, hogy most ez ilyen. Tehát, hogy szükségük van arra, hogy megtalálják a fényt. Nem az apukádról beszélek, mert lehet érezni, hogy neki könnyű útja van. De figyelj rád, itt van veled, nem ragaszkodásból, vagy nem azért, mert nehezen tudna menni. Én azt kérem, hogy engedd őt el. Van olyan, hogy a gyakorlás, ez kegyetlennek hangzik, de van olyan, hogy a gyakorlás pont ezt a fényt termeli meg. Pont egy utat tud mutatni ahhoz, hogy békés útja legyen a fénybe, ahova mindenki tart a halála után. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy figyelj a szívedre. Fogod érezni ezt a nagyon erős szeretetteljes kapcsolatot vele. Ajáld fel neki a gyakorlásaidat, és fogod érezni, hogy amit teszel érte, az szeretetből van, és hálás érte. Nagyon szeretett téged, és nehezen hagy itt. De ideje van annak, hogy menjen. És ez egy csodálatos kapcsolat, így tud folytatódni. Kedves Anami, Dia vagyok. Azt hozott ide annak idején, mert a testem különböző pózókba, gyakorlatsorokba mozdult bele. Akkoriban nem tudtam mi ez, csak nagyon erős szeretetet és óvást éreztem, miközben ez történt. Viszont akárkinek tettem említést róla, az azt mondta, ha folytatom, megőrülhetek, ennél többet nem mondtak. Akkortáj találtam rátok, és amióta veletek gyakorolok, tudom, hogy már nincs őrületveszély. Viszont nem látom át, hogy mennyire van rendben ezeket a gyakorlatokat végeznem a továbbiakban, amiket nem tőletek kapok, hanem csak úgy jön. Tudnál ezzel kapcsolatban valamit mondani? Csináljam, ne csináljam, ez itt a kérdés. Köszönöm. Igen, tudnék, Dia. Biztos érzed, hogy amikor elkezdtél velünk gyakorolni, akkor megszületett ez a stabilitás, ami addig nem volt meg. Ha túl nagy energia van a testben, az azért nem szerencsés, mert a test, vagyis az anyag, az fontos, hogy ezt az energiát be tudja fogadni, meg tudja kötni. Ha valakinél az alsó csakrák nem működnek jól, akkor ez azt jelenti, hogy az ember nincs annyira jobban az anyaggal. Azaz, nagy a szellemi töltés, de az anyag hozzá kevés vagy gyenge. Ezt hívhatjuk úgy, hogy az őrület határmesdjén jár az ember. Én azt javaslom neked, hogy, és örülök annak, hogy érzed, hogy itt már ez nem áll fönn, ez a veszély, mióta velünk gyakorolsz. Pont amiatt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki harmóniában legyen. A megvilágosodáshoz vezető út az nem azt jelenti, hogy a felső csakrákat kell túljáratni, vagy túlpörgetni az alsók rovására, hanem csak az léphet át azon az átjárón, aki az összes csakra kérdésére megadta a választ. Ezek olyanok, mint egy találós kérdések, hogy például hogy állok én az anyagi és érzelmi biztonsággal. Amíg az ember ezt nem tudja megválaszolni, ráadásul a bőséggel, egy olyan bőséggel, amit az életében is megteremt, és amiről érzi, hogy áramló és szabad, nem hiányból táplálkozik, vagy nem elutasításból. És így tovább, ez csak a gyökércsakra volt, amiről beszéltem. De mire az ember megválaszolja ezt a hét találós kérdést, minden csakra szintjén egyet-egyet, addigra nyílik ki ez az átjáró. Úgyhogy tudom, hogy sokan szellemi körökben nem tartják sokra az alsó csakrákat. De én azt látom, hogy a harmóniához szükség van mind a hét csakra energiájára. Pont arra az átlépésre, amit keresnek az emberek. Ahhoz az átlépéshez. Úgyhogy nálad is ez volt a helyzet, hogy nem voltál akkor harmóniában. Most már abban vagy. Viszont még mindig van egy kis hajlamod a kibillentségre. Ez nem jelent rosszat. Csak arra kérlek, hogy amikor mozgatna ez az energia, amikor nem a mi gyakorlatainkat csinálod, hanem ez a régi töltés jön elő, akkor sokkal jobb, hogyha hagyod, hogy szó szerint áthassa az anyagot, amiből a tested áll. Azaz olyan, mintha meg tudnád kötni, ahelyett, hogy hagynád, hogy kibillentsen, mozgasson, ahelyett olyan, mintha egy kicsit megfeszítenéd az izmaidat.
hagynád azt, hogy betöltse a testedet ez az energia, és megéreznéd a saját erődet. Úgyhogy inkább ezt javaslom, hogy tartsd meg ezt a töltést, és gyakorolj velünk tovább. Mert az a garancia rá, hogy harmóniában is maradsz. Nyilván nem akarlak magamhoz kötni, tehát ez nem azt jelenti, hogy örökre, csak addig, amíg megoldjuk ezt a projektet, amin dolgozol. Anna kérdése. Tudsz ajánlani olyan légzéstechnikát vagy SOS gyakorlatokat, amiket akkor tudunk használni, amikor egy adott helyzetben nagyon dühösek vagyunk, vagy félünk? Át lehet-e alakítani ezeket az energiákat építő jellegűvé már egy adott helyzetben? Köszönöm. Nagyon jó kérdés. Ráadásul, te tudsz valamit, Anna, mert most fogunk kitenni egy olyan gyakorlatot, ami az érzelmekről szól. Ez azt jelenti, hogy például, hogy figyeljétek a légzéseteket. Bármi, ami valami negatív dolog, de még akár pozitív is, ami a külvilágból jön, az kibillenti a légzést. A düh felgyorsítja, a félelemtől is megváltozik. Érdemes figyelni, mert ezek belső folyamatok. És ahogy a légzésetek kibillen, lehet tudni, hogy ezt mivel lehet helyreállítani? Légzéssel, energiagyakorlatokkal. Úgyhogy lesz egy olyan, ki is fogjuk rakni nem sokára, egy olyan gyakorlat, ami abban segít, hogy bármilyen kibillentség és érzelmi kibillentség jönne, azt egészen gyorsan helyre rakja. És az a jó, hogy amit fejből nagyon nehéz lenne megoldani, azt az energiaáramlás szabályai szerint légzéssel és mozgással nagyon könnyű helyre tenni, vagy egyensúlyban tartani. Úgyhogy meg lesz hamarosan, kint lesz a film. Melinda kérdése. Kedves Anami, miért nyílnak a dimenzió kapuk, valamint ha valamelyik felmenőn bűnös volt valamiben, segítetek rajta és magamon azzal, hogy jogázom? Köszönöm. Drága Melinda, én megmondom őszintén, hogy nem értem az első kérdésedet. Azért nem értem, mert ez most nagyon bután hangzik, de én nem vagyok ezoterikus gondolkozású. Úgy értem, hogy amit tudok, azt a saját tapasztalataimból tudom. Végtelenül szkeptikus vagyok, és csak azért fogadom el a csodákat tényeknek, mert ezeket tapasztalom meg nap mint nap. És tudom, hogy hogyan következnek be. Azért, amit tudok, azt onnan tudom, hogy kikísérleteztem magamon, ismerem az energiaáramlás szabályait, és látom, hogy amikor ez az energia felébred a testben, akkor milyen csodákat tud tenni. Én azt mondom, hogy hiszem, ha látom, de annyi mindent láttam, ami túl van az emberi tapasztalás körén, az általános emberi tapasztalás körén, hogy ezért nem tudom azt mondani, hogy materialista vagyok. Nyilván nem. Erre azt tudom mondani, hogy olyan vagyok, mint egy tudós. Ezt már hoztam föl régen példának, hogy ha egy tudós igazán belemélyed abba a tudományákba, amit választott, például a fizikusok eljutnak Istenhez. Én is így vagyok vele, hogy én nagyon fontos tudnod, hogy én csak a tényekre támaszkodom. De hogy ezek a tények hova vezetnek, hogy ettől kinyílik tényleg a világnak egy olyan szelete, ami lehet, hogy nem látható, vagy nem kézzel fogható. Ezt vállalom, de csak úgy, hogy a saját tapasztalataim útján jutok oda. Hogyha kérdezel tőlem valamit, ami ilyen szakzsargon, akkor ezt nem biztos, hogy fogom érteni. Nem tudom, hogy ez a terminus technicus, hogy dimenziókapu, ez mit jelent? Ha neked ez egy konkrét tapasztalás, akkor összevethetjük a tapasztalatainkat, nekem is vannak ilyen irányú tapasztalataim. De ha ez valami olyan kifejezés, amit mások is használnak valamire, akkor nem tudunk benne megegyezni, mert a szavak azok nagyon keveset ragadnak meg a lényegből. Lényeg ott van, ahol a tapasztalataid igazak. Úgyhogy erről tudunk majd beszélni, esetleg személyesen, ha elmondod nekem, hogy mi ez. A másik kérdés, ez mi volt? Valamint, ha valamelyik felmenőn bűnös volt valamiben, segíthetek rajta és magamon azzal, hogy gyakorolok, jogázom. Amit csinálunk, az nem joga, de ha erre a módszerre gondolsz, akkor igen. Ez olyan, mintha a gyakorlatok, ezek az energiagyakorlatok fényt termelnének. És ez a fény az egyfajta erőtér. Időben és térben meggátolhatatlan. Az, hogy a szomszéd szobában van valaki, vagy a város másik végében, akivel összekötnek ezek a karmikus szálak, az ne gondolj, hogy akadály lesz ennek az erőtérnek, vagy ennek az energiának. Az, hogy időben nem vagytok együtt, mert lehet, hogy ő már rég meghalt, vagy még meg sem született, egyáltalán nem fogja érdekelni ezt az energiát. Érted, mire gondolok?
Tehát, hogy ez egy nagyon erős karmikus tisztítás, ami történik. Emma kérdése a következő. Kedves Anami, hogyan tudok a gyakorlással még többet tenni magamért akkor, ha az életem részeként a családomtól megörökölt pénzügyi, jogi hagyatékot kaptam? A tiédhez hasonló családi hátterem van, és ennek részeként jogi visszaélések sorozata is történt. Józan ésszel vegetálás és tűzoltó küzdelem az élet a túlélésért minden fronton, folyamatosan. Szeretném elhinni, hogy az élet lehet még a számomra valami ennél több. Köszönet, Emma. Drágám, együtt érzek veled. Beszéltem már ma arról, hogy mennyire determinál a család. És nyilván, amikor ezek a hullámok úgy néz ki, hogy elnyelnek, akkor azt gondolod, hogy determinál, még pedig arra, hogy ne legyen boldog életed. Én meg azt mondom, hogy ebben el van rejtve valahol egy ajándék. És ezt azért merem mondani, mert az én életem is ilyen volt. Úgyhogy amit mondok, az nem megnyugtatásképpen mondom, vagy nem egy szólam, hanem szó szerint vedd. Olyan, mintha minden nehézségben, amit a családunktól kapunk, egyben szeretet is lenne. Ez olyan, mint egy örökség. Még ha az örökség csak abból áll, ami úgy tűnik, hogy fájdalom vagy nehézség, ez mégis egy szeretetteljes ajándék a felmenőinktől. Mégpedig azért, mintha bíznának bennünk, hogy azt mondják ők erre, hogy tudom, hogy már nem élnek, de azt mondják erre, hogy annyira fasz a csaj vagy, hogy ezáltal tudsz épülni, hogy valamit meg tudsz lépni ezáltal, és ők bíznak benned. Úgyhogy ne arra gondolj, hogy rossz irányban determinál, hanem arra gondolj, hogy jó irányban. Letehetetlen tehernek tűnik, de ebben van ott az emelkedés lehetősége. Úgyhogy nézd magadra, lásd magadat olyan nagynak, mint amilyen nagynak ők látnak most téged. Lehet, hogy amíg itt éltek, addig ezt nem tudták neked kifejezni, vagy nem volt nekik ott elől meg, de a lelkük mélyen megvolt. Lásd magad nagynak. Eszter kérdése a következő. Kedves Anami, amikor tisztulási tünetek jelentkeznek, pölő, szemenárpa, szabad egy gyógyszert, fájdalomcsillapítót, antibiotikumot használni? Ilyenkor a tisztulási folyamat végigmegy? De jó kérdés. Hát édesem, az első és legfontosabb dolog az az, hogy mindent használja, ami segíthet. Tehát nehogy bárki szenvedjen, vagy... Ma volt egy nagyon vicces esetem, meditáltam a kanapén, Oliver mellettem dolgozott, és kérdezte, hogy nem zavar el, hogy ott dolgozik, és mondtam neki, hogy hát Oliver, így nem tudok koncentrálni. És nagyon nevettünk. Biztos érted, mire gondolok, tehát, hogy ennek az energiának, mert hogy persze, hogy tudok, tehát felőlem akármi lehet itt a szobában, engem nem fog meggátolni. Ezt az energiát sem fogja meggátolni semmilyen gyógyszer, vagy semmilyen beavatkozás. Ezt inkább úgy képzeljétek el, mint az isteni kegyelem. El tudjátok képzelni, hogy az isteni kegyelem azért nem fog hatni, mert bevettetek egy fájdalomcsillapítót. Hát ha ennyi az útját állná ennek az energiának, akkor nem lenne az a legnagyobb panasz az órákon, hogy túl sok, vagy hogy nem erre számítottatok, mert azt gondoltátok, hogy valami lájtosabb lesz. Nem, ez nem lájtosabb. Ez egy nagyon erős erőtér. Addig nem fog megállni, amíg mindent ki nem tisztított, és fel nem töltött benneteket ezzel az isteni fénnyel és szeretettel. Úgyhogy ne gondoljátok, hogy ezt valami kapszula meggátolná, amit bevesztek. Úgyhogy tegyetek magatokért mindent, amit az orvos tudomány adhat, ezt fogadjatok szeretettel, ha úgy érzitek, hogy segít. Ha nem, akkor ez egy más kérdés, mert mindig azt tegyétek, amiben hitetek van. De én azt gondolom, hogy a fájdalom az olyan deprimáló tényező, ami nagyon kikészíti az embert. Még rövid távon is, nem hogy hosszú távon. Úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogyha nagy fájdalma van, akkor inkább vegyem be gyógyszert. Én nem szoktam, de egyrészt hál' Istennek nincs nagy fájdalmam. Másrészt vannak olyan gyakorlatok, nekem máshol van a hitem. Vannak olyan gyakorlatok, amivel tudom, hogy el lehet mulasztani a fájdalmat a gyakorlatban, tényszerűen, és akkor ezeket használom. De ez nem azt jelenti, hogy ha valaki fájdalomcsillapítót szed, az rossz irány lenne. És még valami, hogy
Még egy mérgezéstől is meg lehet tisztítani a testet, nemhogy a gyógyszerektől. Ez az energia, amikor elkezd dolgozni a testben, nagyon sokan arról számolnak be, hogy fémes ízt éreznek a szájukban, és elkezdenek nehéz fém lerakódások kitisztulni a testből. Például ilyen, hogyha sokáig volt valakinek fémkorona a szájában, vagy implantátum. Gondoljatok bele, hogy az is egy mérgezés, és mégis ki tud tisztulni. A gyógyszerek tulajdonképpen nem ennyire erősek. Úgyhogy tégy belátásod szerint, de ne szenvedj. Rita kérdése. Kedves Anami, hogyan tudjuk felülírni a sorsunkat? Miért van az, hogy egy bizonyos élethelyzet vagy probléma mindig visszatér? Ha megoldjuk azt a problémát azon az életterületen, akkor többet már nem fogjuk visszakapni? Drágám, a sors útja az a fejlődés útja. Ez Isten kegyelme, bár sokszor nem ennek érezzük. De ez azt jelenti, hogy egyik életterületedet sem hagyhatod ki, vagy nem fordíthatsz neki hátat, csak azért, mert neked nem szimpatikus. Ez azt jelenti, hogy ha van olyan, hogyha az energiaáramlásban van bármelyik csakra szintjén elakadás, akkor a sors azonnal jelez, és megmutatja azt, hogy ezzel az életterülettel dolgod van. Vagyis, ahogy te fogalmaztál, megjelenik ott egy probléma. És amíg az ember nem oldja meg, az a probléma más és más köntösben ugyan, de vissza fog jönni. Csak azért, ez szeretetből van. Csak azért, mert hogy az égiek szeretnék, hogy vagy a sors urai, vagy a karma urai, szeretnék, hogyha megéreznétek azt a tiszta áramlást, a tiszta és szabad áramlás állapotát, ami egy végtelen boldogság. Úgyhogy amikor még már benne van az ember, mivel az összes csakra kérdését megválaszolta, amikor benne van az ember ebben az állapotban, akkor meg azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy ott tulajdonképpen újra és újra folyton megkérdezték, pont addig, amíg meg nem oldottam. Úgyhogy én azt javaslom, hogy foglalkozz ezzel a csakráddal, amelyikhez az az életterület kapcsolódik, ahol újra és újra megkapod ezeket a kérdéseket, hogy finoman fogalmazzak. Mert az energia áramlás oldaláról mindig könnyebb beindítani azt az életterületet, mint az életterületet próbaszerencse alapon, agyalással, félelmekkel vagy szorongással valahogy, érted mire gondolok, barkácsolni rajta. Az a tapasztalat, hogyha egy csakrában beindul az energiaáramlás, akkor azt leköveti a külvilág, leköveti a valóság, azaz leköveti a sors. Tehát olyan dolgok történnek, amik hirtelen kibillentik, vagy kimozdítják azt az üledéket, vagy lerakódást, ami addig ott gátolt. Szilvia kérdése. Kedves Anami, terveztek további órákat Pécsen, nagyon örülnénk. Én is nagyon örülnék, hogyha tervezünk. Köszönöm, hogy visszavártok. Még nincs meg a dátum, de nem bírjuk ki nélkületek sokáig, úgyhogy megyünk. Hajnalka a kérdése. Kedves Anami, anyukámnak vérképző szervi betegsége van, ami lépnagyobbodással jár. A Karma Killer CD mellékletén lévő csakra tisztító gyakorlatokat ajánlottam neki, vidéken él, nem tud hozzátok eljönni. Jól gondolom, hogy ez a betegség az alsó csakrákhoz köthető, és elsősorban azokat érdemes tisztítani? A másik kérdésem, ha én együtt gyakorlok vele, akár a távolból is, azzal ugye segítek neki? Nagyon jól látod. Ha együtt gyakorolsz vele a távolból akár, mert beszéltem erről, hogy ez az energia nem veszi figyelembe, hogy hány kilométer van köztetek. Úgyhogy még inkább összeköt benneteket ez az erőtér a szeretetben. Úgyhogy gyakoroljatok együtt. A vérképzés, a vér, mint a vitalitás, ez a köldökcsakra. Úgyhogy én főleg a testfél évnek a meditációs CD-jét ajánlanám, és a test és a lélek fél év gyakorlatot, ami fönt van szerintem valamennyi csatornánkon fönt van, tehát könnyen megtalálható, ezeket lehet otthon csinálni, és mellé még a meditációs CD-t. Csak azért, mert a 21 napos kihívás, vagyis a test és a lélek fél év gyakorlata, az mind a kettő erősen a köldök csakrára épít. Úgyhogy jó gyakorlást és gyógyulást! Szilvia kérdése. Kedves Anami, van egy állandó mantrám.
Ha szeretnék átmenetileg más témában is mantrát használni, akkor függesszem fel addig az állandót, vagy gyakorolhatok egymás után az egyik, majd a másik mantrával. Hálásan köszönöm. Értelek, Szilvia, erre kitaláltam egy jót. Tudod, mit találtam ki? Mert hogy igazából elég egy mantra az ember egész életére, sőt, elég egy szó. Sőt, elég az, hogyha gyakorlás közben az ember fölfelé figyel, és megérzi azt, hogy mi van a feje fölött, akkor meg még mantra se kell. De azért mondtam, hogy erre kitaláltam valamit, mert tudom, hogy az emberek olyanok, hogy szeretik konkretizálni, hogy nehogy már azért ne legyen meg az a valami, amit még pluszban szeretnék, mert hogy éppen most valami másra koncentrálok, egy másikra, amit szeretnék. Biztos érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy az ember annyira szeretné magát bebiztosítani, hogy mindenem meglegyen. Úgyhogy kitaláltam erre egy nagyon jó trükköt, mégpedig azt, hogyha gyakoroltok, akkor törekedjetek arra, hogy minél hosszabb legyen a gyakorlat végén a bentartás vagy a kintartás, ahogy éppen befejeződik. És mondjuk vegyük a légzés bentartás, de a kintartásra is ugyanez igaz. Hogyha már annyira sokáig tudod bentartani a levegőt, ez már nyilván egy erősen módosult tudatállapot. És akkor már lehet hosszabb a mantrád. Én például azért, amíg ezt kikísérleteztem, mert tudtam, hogy erre szükség lesz, ki lehet azt próbálni, nyilván nem otthon, tehát ezt ne próbáljátok ki, csak most magamról beszélek, hogy meg lehet nézni, hogy a légzés az hogyan viselkedik. A légzés az ragaszkodás, vagy életösztön. És meg lehet találni a légzésnek, fogunk majd ilyet gyakorolni a haladó gyakorláson, meg lehet találni, hogy hogyan lehet kikapcsolni ezt a ragaszkodást. Én nem azt mondom, hogy az életösztön vészel, ne értsetek félre. Az élet az egy csodálatos lehetőség, és egy csodálatos dolog. De meg lehet találni, ugyanúgy, hogy a légzés leképezi az összes érzelmeteket, ahogy változik az érzelmek hatására. Ugyanúgy a légzés az egy nagyon misztikus, nagyon érdekes dolog. És hogyha meg tudjátok szelidíteni, akkor meg lehet azt tapasztalni, hogy az ember végtelen, szinte végtelen, vagy mondhatjuk azt is, hogy egy olyan állapotba kerül az ember, hogy nincs szükség légzésre, nincs szükség újra belégzésre vagy kilégzésre. És nem azt mondom, hogy csak akkor növeljétek a mantrátok hosszát, ha ez már eljött. De ha gyakoroltok, észre fogjátok venni, hogy akár egy egész hosszú, mint hogyha egy verset szavalnátok el magatokban, addig is kint lehet tartani a levegőt, vagy bent. Úgyhogy növeljétek a mantrátokat, nyugodtan írjatok belőle egy hosszú verset, csak tudjátok lekövetni a légzéssel. Tehát akkor legyen hosszabb a bentartás. És ez pedig úgy lehet, hogyha nem görcsösségből fakad. Úgyhogy találjátok meg azt az állapotot, amikor a légzés bentartás után nincsen légszomj, vagy a légzés kintartás után nincsen légszomj. Ezzel fogunk majd haladni a haladó gyakorláson. Emília kérdése. Kedves Anami, a bőség megteremtésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Lehet a test és lélek fél év gyakorlataival elérni ezen a téren is változást? Az egészséggel kapcsolatban végzem egy ideje a gyakorlatokat. Minden nap meg lehet csinálni a bőségre választott mantrával is? Hatással van-e a közvetlen környezetünkre, család, barátok, ha végezzük a gyakorlatokat? Hálásan köszönöm, ha belefér az időbe a kérdésem. Igen. A test és a lélek fél év gyakorlata úgy van felépítve, hogy harmóniában tart benneteket. Ezért is van az, ez azt jelenti, hogy az összes csakrára hat. Ezért is van az, hogy kitettük bárki számára elérhetően, mert csakra diagnózis nélkül is végezhető. Vagyis, hogyha csinálod, és valahol van egy elakadás, akkor ezt az elakadást elkezdi onnan kipiszkálni. Úgyhogy igen, a bőségre is hat. És a másik kérdésed pedig az volt, hogy lehet-e több mantrával, erre az előbb feleltem, hogy akár megteheted azt is, hogyha hosszabb már a bentartás vagy a kintartás, akkor utána egymás után teszed a mantrákat. De arra kérlek, hogy mindig legyen nagyon erős a koncentrációd. Mindig legyen friss a gyakorlat. Ne egy elmormolt szöveg legyen, hanem használd ki ezt a megváltozott tudatállapotot, amit a hosszú légzés szünet okoz. És ebben legyen egy nagyon éles, pontos koncentráció, és akkor mondd ezt a listát. És a harmadik kérdésed pedig, hogy hat-e másokra?
Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy igen, olyan kapcsolatok javulnak meg, ahol már a kommunikáció semmit nem tudott tenni, vagy már nem is volt. Olyan átalakuláson mennek át emberek, akik nem is gyakorolnak, csak annak hatására, hogy valaki elkezd gyakorolni a családban, hogy az már maga csoda. Tehát tulajdonképpen már nem is csak abból csinálhatnánk sikervideókat, ami nálunk történik, de abból is, ami ebből a hálózatból, ahogy ebből a ti mint középpont elkezdtek gyakorolni, és az végigfut ezen a hálón, és aktiválja az embereket, bekapcsolja bennük a fényt. Úgyhogy gyakoroljatok, mert hat, nem csak rátok, hanem az egész világra. Erika kérdése. A test és lélek fél év gyakorlatait végzem. Utána mindig nagyon szomjas vagyok. Lehet-e közvetlenül inni, vagy javasolt várni valamennyit a folyadék bevitellel? Másik kérdésem, hogy gyakorolható-e naponta kétszer a test és lélek fél év gyakorlata? Köszönöm, Erika. Erika, szomjas vagy, így el. Persze. Nyugodtan így el utána. A másik, hogy persze, hogy csinálhatod naponta kétszer. Mi egy átlagot adunk meg, amit körülbelül mindenki bír. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítéssel jár. Tehát nem könnyű azért megcsinálni, biztos érzitek, vagy rávenni magatokat, mert szül egyfajta ellenállást. De ez egy olyan ismétlés szám, amire nagyjából mindenki képes. Ha emeled, akkor az nagyon jó, mert azzal magasabbra teszed a lécet. De mindig arra figyelj, hogy ne legyen túl sok, vagy hogy ne legyenek nagyon erősek a tisztulási tünetek. Nóra kérdése. Kedves Anami, te hogy látod a teljes névváltoztatást a kereszt és vezetéknévet is hivatalosan? Mennyiben változtatja meg a sorsot? Vagy ez is épp lehet az isteni terv része? Ez is lehet egy segítség, vagy inkább plusz feladatok felvállalását jelenti? Kell, hogy létezzen szabad akarat, hiszen az életünk folyamatos döntések sorozata. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy más energiaszinten esetleg nagyobb rálátással más döntéseket hozunk, és ezért az más következményeket teremt? Köszönöm a válaszod. Ez egy nehéz kérdés, mert természetesen ismeritek ezt a mondást, hogy no man is no man. Tehát, hogy a név nagyon erősen meghatározza azt, hogy az is egyfajta rezgés. De ha valaki menekülésből szeretne nevet változtatni, csak azért, mert az addig életéből elege van, az nem lesz jó. Az asztrológiában is vannak ilyen módszerek, hogyha nem tetszik a következő szolárod, vagyis az a képlet, amit felállítanak a születésnapodra, akkor utazzál egy másik városba, és akkor hát, ha megúszod a nehezét. Én azt látom, hogy a fejlődés lehet halogatni, de megúszni nem. Úgyhogy az nagyon jó, hogyha ha valaki nem a menekülésre játszik. Mondjuk én mondom ezt, kinek olyan sorsa volt, hogy sem erre nem volt kiút. Ezt az ember úgy fogja föl, hogy ez nagyon nagy szívás, de valójában meg kiderül, hogy ez a leggyorsabb haladási irány. Úgyhogy, ha valaki menekülésből akar bármilyen trükköt, ezó trükköt alkalmazni, akkor ez nem lesz jó, mert amit halogat, az lehet, hogy később egyben kell majd megenni. Úgyhogy, ha valakit ez vezérel, akkor ne. És a névváltoztatás azért nehéz, mert hogyan tudnád felmérni, hogy az a név, amit választasz, ez milyen rezgést hoz, milyen rezgést szül. Úgyhogy persze van szabad akarat, de én meg azt is mondom, hogy közben meg olyan erők dolgoznak értünk oda átról, akik biztos, hogy elintézik nektek, hogy az legyetek, akik valójában vagytok. Vagyis a saját magatok legfényesebb, legcsodálatosabb, legmagasabb oktávja. Az, hogy ez mibe kerül nekünk, az biztos érzitek, hogy ez a Földön, ez itt nem könnyű. A sors ugyanezt csinálja, az sem könnyű. Ha velem gyakoroltok, ugyanezt történik, csak talán még gyorsabban. Az sem könnyű, ezért beszélek mindig a tisztulási tünetekről. Az szerintem csalás, hogyha valahogy ez, valaki azt mondaná, hogy ezt meg lehet könnyen csinálni. Gyorsan meg lehet. De nagyon könnyen nem, mert minden, ami bennetek van, ezt én úgy látom, mint a csakrákat úgy látom, mint olyan energiagömböket, amiben történetek, információ van, történetek vannak beleírva.
az valamitől oda került, ez egy értékes kincs, születésről születésre, gyakorlatilag ezek az energiagömbök szülnek születést. Vagyis ez az információ, az élő dolog, az a születés szül, megszületik azért egy ember, hogy ezt az információt tovább vigye. Ezt hívjuk úgy, hogy sors, mert ami be van írva a csakrákba, az folyamatosan szövik körénk a valóságot. És hál' Istennek az ember egy ponton elkezd azon gondolkozni, hogy hogy lehetne, hogy a valóságom ne így szövődjön. Ez biztos nem a szabad akaratból lesz. Attól, hogy az ember makacskodik, vagy szeszélyes, vagy szeretne valami könnyebbet, ami általában a szabad akarat világi olvasata, attól még ez az információ sokkal nagyobb erővel, vagy súllyal esik alatba. Úgyhogy ami lesz, az egész biztos, hogy ami még következik ezután, az, vagy a sors, az ott van belül, magatokban hordjátok. Nem nagyon van olyan technika, amivel könnyíteni lehetne rajta, maximum gyorsítani. A gyorsítás azért jó, mert közben hozzáerősödik az ember. A sors is ezt csinálja, ezért van a sorsnak olyan ereje, hogy akár évtizedeken át nyomja az embert. Évtizedeken át ül rajtatok valami teher, de ne gondoljátok, hogy nem erősödtök alatta. A gyakorlásnál ez még felerősödik. Olyan mértékben alakul át, vagy erősödik meg az emberek teste. Nem csak, hogy meggyógyulnak, de valami sugárzás indul meg belőle. Mintha sejtszinten alakulna át. Úgyhogy a terhek mindig valahogy úgy erősítik az embert, meg az anyagot, amiben élünk, hogy meg a szellemet, meg a lelket. Megtanulunk szeretni. Ez is a sors, vagy ezek is a terhek. Megérezzük lassacskán, hogy ez az Isten, akitől végig menekültünk, mert azt gondoltuk, hogy az összes sorcsapást ő mérte ránk, hogy ő valójában szeret minket, és egyszer abba tudjuk hagyni a menekülést, és szembe tudunk vele nézni. Erre megy ki az egész. És erről tulajdonképpen nem lenne meg bennünk az az erő, ha nem erősödnénk hozzá a terheinkhez. Ez innen nézve, emberi szemmel rettenetesen nehéz, de valójában ez egy végtelen ajándék. Úgyhogy szabad akarat, van szabad akarat persze, de én azt látom, hogy olyan erők dolgoznak itt, amikre az ember nyugodtan rábízhatja magát. Sőt, a legvégén, amikor az embernek már nincsen sorsa, mert tiszta és szabad az energiaáramlás benne, ezek az energiagömbök már semmilyen információt nem tartalmaznak, csak fényt. El tudjátok ezt képzelni? Csak fényt. Akkor az embernek elmúlnak olyan személyiségjegyei vagy tulajdonságai, amire azt gondoltatok volna, hogy ez a személyiségetek. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyenek lesztek, hanem arra a feladatra, arra a célra, amire születtetek, arra a legjobbak. Ez is egyfajta személyiség, de nem emberi személyiség. Amikor az embernek már nincsen sorsa, akkor az lesz a szabad akarata, pont amire született, hogy ezt a tervet véghez vigye. A szabad akarat találkozik az isteni tervvel, ezt így lehet mondani. Amíg az ember nincs az igazságban, vagyis nem tudja, hogy mi az isteni terv, vagy nem azt éli, inkább ezt mondanám, mert ez nem egy fejbéli tudás. Addig próbálkozik a szabad akarattal, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni ezt a bulit. De az nem az igazi szabad akarat, az csak menekülés. Az igazi szabad akarat az, amikor a végén ott áll az ember, ragyogóan, sugárzóan, fénylően, tudja, hogy mi a feladata, és azt a feladatot szeretné a legjobban megcsinálni. Szabad akaratából. Úgyhogy kicsit eltértem a témától, de én azt gondolom, hogy ha valahogy úgy jön, hogy valami név rátok rakódik, én is így kaptam a nevemet, nem magam választottam, hanem az a mesteri lánc, aki fölöttem áll. Én elfogadtam tőlük, és ez a név nyilvánvalóan átalakította az egész életemet, az egész sorsomat. De ha csak magamnak választottam volna valamit azért, mert hogy a réginek rossz volt, vagy nehéz volt a rezgése, biztos az volt, tekintve az addig életemet, akkor lehet, hogy
ha magamnak könnyítésből választottam volna valamit, akkor lehet, hogy mellé nyúltam volna. Úgyhogy szerintem bízzátok magatokat az isteni tervre. És sajnos lejár az időnk, úgyhogy az utolsó kérdés következik. Szia, Nami! Tudhatnék arról bővebben, hogy a szívcsakra túlműködése és a pánikbetegség összefügg-e? Igen. A szívcsakra túlműködése egyenlő pánikbetegséggel. A pánikbetegségnek van egy meghatározott energiamintázata. Mégpedig az, hogy itt van egy feszítettség. Tehát a mellkas egy kicsit aktívabb, mint kellene. És ugye a légzésről sokat beszéltem, a légzés, mint érzelem. Ez azt jelenti, hogy a légzés nagyon könnyen provokálható. Pont azért, mert az alsó területek le vannak zárva, vagyis behúzott has, gyakran fokozott lordózis, ilyen feszes has, ilyenkor nem jellemző a hasi légzés pánikbetegség esetén. És ha ez a terület össze van szorítva, vagyis alul működik, akkor óhatatlanul lehet érezni, hogy valahol ez a feszültség meg fog jelenni, vagyis itt a mellkasnál. A mellkasi légzés, hogyha valaki csak mellkasi légzéssel tud lélegezni, az már eleve egy kiélezett állapot. Az ember olyankor nagyobb feszültség alatt él. És a pánikbetegségnél ráadásul fel is erősödik a légzés. Nincs olyan pánikroham, ami nyugodt légzéssel menne végbe. Erre mérget veszek. Ez a fajta lelki állapot. És ehhez még nem kell pánikbetegnek lenni, ezt ismeri mindenki. Általában a nőkre jellemző. És ez egy női energia mintázat alapvetően. Nem mondom, hogy csak nők pánikbetegek. Csak én azt mondom, hogy nőként könnyű elképzelni, hogy valaki magas sarkú cipőben jár, vagyis a keressontja már egy picit hátrébb van. Ez leszorítja az alhasat. Tehát nincs ott légzés. Nőkre jellemző az, hogy van egy feszítettség a mellkasban és behúzott has. És egy kicsit gyengébb alul az energia mintázat, és ezért mondják azt, hogy a nők érzelmesek vagy. Ezért van az, hogy náluk nagyon könnyen betalál az, hogy ki mit gondol róluk, vagy ki hogy értékeli őket. És ennek van egy feszítettsége. Ez a feszítettség, a pánikroham az az, amikor ez a túlhajtott aktivitás berobban. És az a jó hír, hogy nagyon egyszerűen, annyira egyszerűen, hogyha valakinek elmondom, akkor csodálkozik, hogy neki hogy nem jutott eszébe, hogy ezt a feszültséget innen le lehet csatornázni. Amikor és erre nagyon egyszerű gyakorlatok vannak. És amikor ez a feszültség innen leoldódik, és nem attól indul be a hasi légzés. Amíg le van szorítva a has, addig hiába mondanám valakinek, hogy lélegezzen hasi légzéssel, nem tud. Nem tud. Viszont amikor innen a feszültség leoldódik, akkor magától beáll a hasi légzés. Anélkül, hogy bárki is mondaná az embernek, elkezd hasi légzéssel lélegezni. Az az összeszorítottság, ami a törzs alsó részére jellemző volt, feloldódik. Úgyhogy lesz itt egy, megszületik az a biztonság, ami az alsó csakráktól jön. Az alsó csakrák jó működése, az megmutatja azt, hogy az ember az ereje birtokában van, nem másoktól függ, nem másoknak van kiszolgáltatva, vagy a helyzetnek. Nem viszik el az érzelmei, nem csak az érzelmei irányítják, hanem ennek van egy ilyen mély stabilitása, ami a pánikbetegségben nem jellemző. Úgyhogy vannak olyan gyakorlatok, amik nagyon könnyen lecsatornázzák ezt a feszültséget, és feltöltik az alsó területeket, és nagyon könnyen megszűnik a pánikbetegség. Ha valaki nem hisz abban, hogy meg tud gyógyulni, nekem az is jó, hogy tünetmentessé válik onnantól kezdve egész életére, de szerintem a következő életeire is. Ha valaki meg hisz benne, akkor azt lehet mondani, hogy meggyógyul. Hát, hogy könnyen és gyorsan gyógyul nálunk ez a tapasztalat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és köszönöm a kérdéseket. És találkozunk jövő hétfőn 8:30-kor ugyanígy. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!